Keleténi Település Szövetség születésnapja. Az emlőrák korai felismerése. Köszöntöm a Globot Televízió nézőit, Veres Réka vagyok. Az Emléni Település Szövetség megünnepelte 30. születésnapját július 27-én. Ez alkalommal tarccal adott otthont a jubileumi ünnepségnek. Az Emléni Település Szövetség fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a tarcali napok rendezvény keretein belül július 27-én. Az ünnepség koszorúzással kezdődött a főutcán tarccal vezér szobra előtt. Újvári Mária, művelődés szervező felkérte az önkormányzat nevében Butta László polgármestert és Hörcsik Richárd országgyűlési képviselőt, hogy koszorúzzák meg tarccal vezér szobrát. Majd az Emléni Település Szövetség elnöke Májár József és Bűdi Károly Dankó Dénes alelnökök, valamint a Történelmi Egyháza képviseletében Poják Péter, parókus, és az Én is kék vagyok autistákért alapítvány vezetői is elhelyezték a tiszteletkoszorúit. Ezután sorba álltak a felvonuláshoz a mazsorettek, a megyaszói fúvószenekar, a meghívott vendégek, valamint a fellépő népdalkörök. Majd felvonulással érkeztek meg a Könyves Kálmán művelődési ház elé, ahol egy fából készült szobrot avattak fel a 30 éves Zempléni Település Szövetség születésnapi alkalmából. Butta László tarccal község polgármestere beszédében kiemelte, hogy Égerházi László erdővényei fafaragó mester felújította a 20 éves állapotban lévő alkotást a szövetség 30 éves évfordulójára. Majd Butta László felkérte Hörcsik Richárd, az Abaúj Zemplén országgyűlési képviselőjét és a Zempléni Település Szövetség elnökét és két alelnökét, valamint Pataki Sándor Ákos egykori polgármestert, hogy leplezzék le a műalkotást. Mielőtt még az ünnepi pillanat megtörtént volna, tarccal polgármestere a mikrofonhoz szólította Égerházi Lászlót azért, hogy ismertesse a szobor felújításának folyamatát. A szövetség életfájának felső része a stilizált korona, ami egyben utat mutató fáklyalánk, amelyen nagy bekorhadások és széles repedések voltak. A korábbi hasadásokat folyékony fával lecsetelte, majd átitatta, a szobor repedéseit pedig csiszolatporos műgyantával tömített. Az alsó részét lefaragta, majd táblarátétekkel újította meg. Az oszlop tövét és alsó részét körbevasalta, amelyet lapos vassal beheggeztett. A fafaragómester nagyon örült annak, hogy a település polgármestere nem az új életfát szerette volna megcsináltatni, hanem a régit akarták megmenteni. Elmondása szerint a régi mindig magába foglalja az idő múlását, a történelmet, amely nem pótolható, ha egyszer már elveszett. A szobrot Pataki Sándor Ákos, a község egykori polgármestere állította. Ezt követően leleplezték a szobrot, majd felvonulással jutottak el a résztvevők az agóráig. Után megérkeztek az agórára, ahol Butta László, a polgármester köszöntött a településre érkező látogatókat és annak lakóit, a meghívott képviselőket, intézményvezetőket és a fellépő csoportokat. Majd beszédében elmondta, hogy a Zempléni Település Szövetség fennállásának 30. évfordulója alkalmából gyűltek össze, amelyért nagyon sokat dolgozott településvezetőként, hogy újra községükben rendezzék meg. Már 20 évvel ezelőtt egyszer sikerült tarcolon megszervezni 2004-ben, amikor 10 éves volt a szövetség.
1994-ben megalapították az Zemplényi Település Szövetséget. Akkor nagyon jó gondolat volt ez, hiszen a Zemplén, és ahogy beszéltünk is róla, a Bodrog köz, a Hegy köz, a Takta közi rész, hogy összefogják az itt lévő kis településeket, hiszen ez úgy indult, hogy kis településeket összefogni, és együtt a települések erősebbnek is érezték magukat, erősebb volt, bár felé mentek úgymond a képviseletük, a hangjuk, és ebből az alkalommal hozták része a Zemplényi Település Szövetséget. Hogy jól gondolkodtak, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy már immár 30 éves a Zemplényi Település Szövetség. Közben beléptek a városok is, a zemplényi városok is magába a Zemplényi Település Szövetségbe, így még erősebb lett a szövetség, közel 80 tagja van a Zemplényi Település Szövetségnek. Ez év folyamán, ugye ősszel, ahogy el is hangzott, szeptemberben lesz majd az ünnepi 30 éves születésnapi ünnepség a Sárospatakon a Zemplényi Település Szövetségnek, utána pedig meg fog újulni maga az elnökség is, hiszen meg maga megkérdezünk minden település, hogy erősítse meg szándékát, hiszen többféle új polgármester is lett a településeken, hogy erősítse meg a szándékukat, és még jobban, még szorosabban összefogva, talán még többet el tud érni maga ez a szövetség. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a 10 éves évfordulót sikerült 2004-ben településre hozni az akkori polgármesternek, Pataki Sándor Ákosnak, és ebből az alkalomból fel is avattak akkor egy szobrot, ami emléket állított ennek a 10 éves évfordulónak. Szerencsénkre meghallgatásra tárta a kérelmem, hogy a 30 éves születésnapot, a 30 éves évfordulót ismét a településünk rendezze meg az Zemplényi Település Szövetség napját, és ebből az alkalomból fel is újítottuk azt a szobrot, ugye, ami a 10 éves születésnapra készült, hiszen már nagyon rossz állapotban volt, és sikerült is időre elkészíteni. Ugyanaz a mester Igerházi László Erdőbenyei mester faragta újra a szobrot, sőt még új motívumokat is tett magára erre a szoborra, és természetesen a 30 éves évfordulót is ráírta. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a településünk ebben a kitüntető címben vehetett részt, hogy mi tarthatjuk ezt a település szövetség napját. Egy kicsit szerencsétlen időpont, hiszen nálunk a tarcai napok az mindig július utolsó hétvégéje, és ugye ez a nyár, ez az utóbbi 2-3 hét már nagyon meleg, mai nap is nagyon nagy meleget írt a meteorológia, és mégis örülünk annak, hogy ennyi település, 9 település elfogadta, hogy részvételével, csoportjaival részt vesznek a település napon, ezáltal is a kultúrájukat megmutatják egymásnak a települések. Ezután Hörcsik Richárd, a Baúj Zemplén országgyűlési képviselője kiemelte, hogy zemplénékként büszkének érzi magát, hogy ennek a szövetségnek a tagja lehet. Kihangsúlyozta, hogy a térség önkormányzatai csak akkor lehetnek erősek, ha egymással összefogva képviselik a hozzájuk tartozó települések polgárait és azok értékeit. Ennek a képviseletnek megvannak a szépségei és előnyei, ugyanakkor a nehézségei. Mint országgyűlési képviselő, már részt vettem a rendszerváltoztatás parlamentjében, és akkor Nagybozsoki József képviselőtársammal, illetve Tóth Albert képviselőtársammal azon gondolkodtunk, hogy létre kéne hozni az önálló Zemplén megyét, hiszen 1950-ben megszűnt Zemplén vármegye, és betakozódtunk Borsod-Abaúj Zemplén megyé egészébe. Hogy próbáljuk meg visszatekerni a történelmet, nem csak azért, hogy a múltba tekintsünk, hanem ezzel talán egy olyan pályára állíthatnánk a térséget, ami elsősorban a fejlődését szolgálna. Könnyebben tudnánk pályázni, nem csak itthon, hanem akkor már közeledtünk az európai közösségekhez, Európai Unióhoz, tehát számos előnyét láttuk annak, hogy az önálló Zemplént létrehozzuk. Az önálló Zemplén megteremtésének szándékát korábban felterjesztették Antall József egykori miniszterelnöknek, aki elismerte az ideális elképzeléseket. Azonban akkor sikertelenül jártak, ugyanis az ország nem volt olyan állapotban, hogy a szövetség megalakulása legyen hazánk egyik legfontosabb megoldandó problémája. Hát a történelem másképpen hozta ezt, mégis ezt az egységet a Zemplén Település Szövetség létrejöttével tudtuk megmutatni. Itt voltam az alapításnál,
és végig támogattam az Zempén Település Szövetségnek a tevékenységét, hiszen Zemplént képviseli, és megpróbálja összefogni az önkormányzati érdekeket, és ez sokszor abban is megnyilvánult, hogy egységesen lobbistaként léptek fel, vagy léptünk föl, például már kevesen tudják, a Hollóházától Tokaig lévő vízhálózat megújítása, a telefonhálózat, vagy 94-ben a gáz bevezetése, ami egy történelmi jelentőségű volt a térségben. Tehát számos olyan jelét láttuk, hogy a Zemplén Település Szövetség összefogva képes nagyobb hangsúlyt adni a zempléni polgárok érdekeinek. Ezért, mint országgyűlési képviselő, különösen 98-tól végig támogattam a szövetséget, hiszen voltak közös ügyeink, de hát volt sok-sok ellentét is, úgy látom, annak idején mégis ez az egység megmutatta igazán azt a erőt, ami nagyon sok ügy, fejlesztési ügy mellett letett lobbizást jelenti. Most nem szeretném felsorolni ezeket a ügyeket, de tessék az elmúlt 30 évben megnézni, hogy Zemplén egészen Fűzértől Hernád Németig milyen fejlődésen ment keresztül. Ebben bizony jelentős szerepe van Zemplén Település Szövetség lobbizásának, hol erősebben, hol kevésbé. Képviselői munkámmal szinte összefonódik a Zemplén Település Szövetsége, hiszen zempléni vagyok magam is, és most ugyan nem csak Zemplént, hanem Abóit is képviselem. És én azt tudom elmondani, hogy Kondz Zsófia képviselőtársammal, államtitkárasszonnyal is közös az értékünk, hogy Zemplént képviselve együttesen lépjünk föl a parlamentben az itt lévő polgárok érdekében. És ebben érezzük a Zemplén Település Szövetség támogatását is. Egyedül nem megy, szoktuk mondani, és hát van egy másik magyar mondás, hogy egységben az erő, bár sokan próbáltak bennünket meggyőzni, hogy egységben a kétség. Valóban sok kétségünk volt az elmúlt 30 év alatt, mégis ezt az egységet sikerült olyan formában felmutatni, aminek a hasznát minden zempléni polgár látja. Ezért tartom nagy jelentőségűnek ennek a szövetségnek a működését, és vagyok itt a jubileumi ünnepségen, és majd leszek Sárospatakon szeptember 20-án Kondz Zsófia képviselőtársammal, akivel együtt fogjuk ünnepelni ennek a nagymúltú szövetségnek ezt a 30 esztendejét. A beszédek után feléptek a szövetséghez tartozó települések népdala egyesületei, például a Tarcali Hagyományőrző Népdalkör. Után ismét egy népdal egyesület következett a Taktaharkányi férfikar előadásában. Nem takar be minden kislány fiába, adj egy csókot éjszakára, ha lesz az én subám hára angyal. Kerek az én kalapom, de drága, nem köszön a minden lánynak hiába, adj egy csókot éjfél tájba, ha lesz is kalapom mára angyalom. A Zempléni Település Szövetség tagjai abban bíznak, hogy sikerül az önkormányzatokkal együttműködni azért, hogy a térség településein minél többféle fejlesztést, rendezvényeket és programokat valósítsanak meg. Behívó levelet kapnak a Szerencsi és Ondi 45 és 65 év közötti nők emlőszűrő vizsgálatra. A Borsod-Dabói Zemplén vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a népegészségügyi program keretében valósulnak meg a szűrővizsgálatok. Ezt a lehetőséget két évig vehetik igénybe a hölgyek minden hétköznap.
Az érintett szemét, ha a levél szerinti megadott időpontban élni tud a vizsgálat lehetőségével, akkor a Borsod-Dabói-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Diósgyőri Tagkórház mammográfiás szűrőcentrumban szeretettel várják. Magyarországon a nők körében az emlőrákszűrés részvételi aránya nagyon csekély, kiváltképp Borsod-Dabói-Zemplén Vármegyében. Ezért Szerencsről és Ondról újabb behívásokra kerül sor a lakosságot érintő emlőszűrő vizsgálatokra 2024. augusztus 14 és 21 között. Tudtuk meg a Borsod-Dabói-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint, amely a népegészségügyi program egyik meghatározó célkitűzése. Ezért stábunk úgy döntött, hogy meglátogatja a Borsod-Dabói-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházat, hogy részletes betekintést nyerjen a vizsgálat folyamatába. Nagyon fontos a szervezett lakossági emlőszűrés, ugyanis ezzel az eljárással nagymértékben csökkenhet az emlőrákból eredő halálozások száma. Magyarországon évente mintegy 8000 nőnél kerül ugyanan felfedezésre emlőrák, és sajnos ezen hölgyek közül évente mintegy 2000 hölgyet el is veszítünk, ami egy nagyon magas szám. Nagyon fontos lenne, hogy ezt a számot csökkenteni tudjuk, aminek egyik legfontosabb módszere a szűrés, tehát a korai felismerés. Míg előre haladott stádiumban a túlélés elég rossz, korai stádiumban több mint 90%-os túlélés lehet 5 éves távon a betegeknek biztosítani, ami azért egy jelentős többletet jelent. Magyarországon a szűrés aránya nem elég magas. Mondhatjuk azt, hogy az állam biztosítja ingyenesen annak a korcsoportnak a szűrését, aki leginkább kockázati csoport, tehát a 45 év és a 65 éves korosztályban a nők számára ingyenesen hozzáférhető az emlőrák szűrés, tehát a mammográfia, és szükséges esetben az ultrahang. Természetesen ezt a hölgyek önvizsgálattal fontos, hogy kiegészítsék. A mammográfiát két évente javasolják a hölgyek számára. Az emlőrák mammográfiával és ultrahanggal kombinálva 95%-os biztonsággal felfedezhetők. Bizonyos esetekben 45 éves kor előtt is ajánlott az emlőrák szűrést elvégezni. Erről már szakmai viták is vannak. Viszont arról nincs még szakmai párbeszéd, hogy sokkal korábban is érdemes igénybe venni az emlőrák szűrést, például egy páciens rokonságában gyakran diagnosztizálták az emlőrákot, vagy ha olyan igazolt mutációval rendelkezik, amely miatt az emlőrák előfordulása magas kockázati tényezőt jelent. A szűrést kiegészíthetik ultrahangos vizsgálattal is. A nők sok mindent tehetnek a kialakulásának megelőzése érdekében, valamint a korai felismerés időszakban ők is észrevehetik a kezdetleges tüneteket. Gyakorlatilag az emlőrák csökkentésének egyik módja ugye a megelőzés, ami lehet az egészséges életmód, a rendszeres testmozgás és az alkoholbevitel jelentős csökkentése. A másik ugye a korai felismerés. A korai felismerésben ugye az egyén nek is nagyon jelentős szerepe van azzal, hogy önvizsgálatot tart rendszeres időszakonként, ugye ez tapintásos módszerrel az emlőt, illetve a megfelelő nyirokrégiók tapintása fontos. Vannak olyan jelek, amik már ugye kicsit előre haladottabb stádiumra utalnak, hogyha a bőrelváltozás jelenik, a bőr behúzódása az emlőn, vagy kidomborodik az emlő, vagy az alakja megváltozik, de természetesen ekkor is nagyon fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon a hölgy. Dr. Szomják Anett, emlőradiológus, emlőspecialista az emlődaganatok felismeréséről adott további részletes tájékoztatást. Nagyon fontos még a mamillának, az emlőbimbónak a behúzódása. Tehát főleg, hogyha az egyik oldali emlőbimbó elkezd befelé húzódni, befelé fordulni, az szintén daganatra utalhat. Illetve ha feltett kézzel pici behúzódást látunk a bőrön, az is emlődaganatra utalhat. Nagyon fontos, hogyha egyoldalú váladékozást tapasztalunk, nem feltétlenül szükséges, hogy véres legyen. Akár egy áttetsző emlőváladék is daganatra utalhat, főleg, hogyha egy járatból érkezik. Ugye a hunajnak a tömöttségét azt már főorvos úr említette, úgyhogy talán ezek a vezető panaszok, amiből fel tudjuk ismerni az emlődaganatot. Viszont én inkább sokkal fontosabbnak tartanám, hogy rendszeresen eljárjanak a hölgyek szűrésre. A mammográfia a
leggyakrabban előforduló emlődaganatot, a duktális karcinómát 5-6 évvel hamarabb látja, mint hogy az tapinthatóvá vagy ultrahangon láthatóvá válik. Tehát aki rendszeresen eljár szűrésre, az még általában olyan stádiumban fel tudjuk fedezni, hogy az még biztos, hogy nem ad áttétet. Magyarországon a népegészségügyi emlőszűrésre 2 évente kapnak a hölgyek behívót, amellyel a következő behívó levélig el tudnak menni. A behívó levélen szerepel egy időpont, viszont ha abban az időpontban nem tudják igénybe venni a vizsgálatot, akkor ezt még 2 évig fel lehet használni minden hétköznap. A doktornő elmondása szerint is kulcsfontosságú a nők részvétele az emlőrák szűrésen. Magyarországon nők körében a vezető halálok, mint az igazgató úr is elmondta, az emlődaganat, és egyre fiatalabb korosztályt érint. Tehát ugye a lakossági népegészségügyi emlőszűrés 45-től 65 éves korig tart. Megpróbáljuk a korhatárt egyre lejjebb vinni, mert már sajnos 20 éves korban is megjelent az emlődaganat. Hogyha valaki beesik egy emlővizsgálatra, akkor már általában 30 éves kortól megcsináljuk a mammográfiás felvételeket is. Sokszor kérdezik a hölgyek, hogy a sugárterhelés. Na hát ez a sugárterhelés, amiket ezt a modern gépek adnak, körülbelül annyi a sugárterhelése, mintha 2 órát repülnének. Magyarul minimális, mert gondolom mindannyian repkedünk, úgyhogy nem ettől lesz emlődaganatunk. Szintén félnek a hölgyek, hogy palacsintát csinálunk a mellükből, ezt így szokták mondani. Hát melyik szűrővizsgálat kellemes? Viszont, hogyha nem használjuk a megfelelő kompressziót, vagyis nem nyomjuk össze megfelelő erősséggel a mellüket, akkor az emlődaganat szintén nem lesz felismerhető, feleslegesen csináltuk a vizsgálatot. Én úgy gondolom, hogy 2 évente ki lehet ezt a kis kompressziót bírni. A kolléganők felvilágosítják a hölgyeket mindenről, tehát nem úgy történik, hogy oda dobják a mellüket, és nem tudnak semmit a hölgyek, fogják szólni, hogy komprimálás következik, ne mozduljanak, ne lélegezzenek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenre fel vannak a hölgyek készítve. A vizsgálat úgy zajlik, hogy a hölgyek megkapják a behívó levelet a népegészségügyi emlőszűrésről, amellyel bemennek a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházba, majd a recepciós pultnál leadják ezt a papírt. Ezután a hozzáértők egyeztetik a személyi adatokat. Ezt követően a következő specialista, aki a mammográfiás felvételek elkészítésében gyakorlott, behívja a pácienst a mammográfiás helységbe, és ott újra történik egy személyazonosítás. Ha minden egyezik, akkor a szakemberek elmondják, hogy 4 alapfelvételt fognak készíteni, minden emlőről 2-2 felvételt, egy ferdét, valamint egy kraniokaudaliszt, vagyis függőlegesen a fejtől lefelé haladva, amelyet részletesen bemutatnak a hölgyeknek. Utána elkészítik a 4 felvételt, majd közlik a hölgyel, hogy 2 héten belül, amennyiben pozitív a szűrés, fognak egy behívó levelet kapni. Azt is el szokták kolléganők mondani, hogy ez a behívó levél, hogyha valakit visszahívunk, ez nem feltétlenül jelent emlődaganatot, hanem valamilyen tisztázandó elváltozás van a mellében, ami az esetek nagy többségében jóindulatúságot mutat, mivel az emlőben több a jóindulatú elváltozás, mint a rossz. Amennyiben negatív a szűrése, a hölgyek kérhetik, hogy postázzuk ki a negatív leletet, viszont mióta elindult ugye az EST, online meg tudják ezt tekinteni. Viszont hogyha a hölgy kéri, hogy a negatív leletet is kiküldjük, akkor természetesen azt is kiküldjük. És mondom, 2 héten belül megvan a lelet. Tehát igazából az emlőszűrés ennyi. Amennyiben visszahívjuk a hölgyet, az orvos dönti el, hogy szükséges-e plusz mammográfiás felvételek elkészítése, úgynevezett kiegészítő speciális felvételek elkészítése, vagy csak ultrahangra van szükség. Ugye előfordul az is, hogy olyan tisztázandó elváltozást találtunk a hölgyek mellében, amiből mintavételt kell venni. És akkor itt ez lehet vastagtűs, vékonytűs mintavétel, ettől sem kell izgulni, nem fáj, adunk hozzá érzéstelenítőt, de egy ülésben megtörténik a kivizsgálásuk. A magyarországi emlőszűrésen való megjelenés nem túl magas, és sajnos el kell, hogy mondjam, hogy megyénkben a legalacsonyabb a megjelenési arány, 15-17%. Tehát csatlakoznunk kellene legalább az országos átlaghoz, hogy azt elérjük. A szakemberek abban bíznak, hogy Magyarországon legfőképpen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élni fognak az emlőrák szűrés lehetőségével, azért, hogy az emlőrákból eredő halálozások száma minél kevesebb legyen. A Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT tájékoztatása szerint
Hétfőn derült vagy gyengén felhős, napos száraz időre számíthatunk. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A hajnali 15-21 fokról délutánra 29-37 fok közé melegszik fel a levegő, az északkeleti tájakon valószínűleg a legalacsonyabb hőmérsékleti értékek. Másnap folytatódik a derült vagy gyengén felhős, napos csapadékmentes idő. A szél többnyire mérsékelt marad. A minimum hőmérséklet általában 16-22, a csúcsérték 30-37 fok között várható. Szerdán általában napos időre van kilátás kevés felhővel. Csapadék nem zárható ki. A szél mérsékelt lesz. A hajnali 16-22 fokról délutánra 31 és 38 fok közé melegszik fel a levegő. A héten fronthatás nem várható. Tisztelt nézőink! A Globa Televízió heti közéleti műsorát, a Globa magazint látták. Új adása legközelebb augusztus 18-án jelentkezünk. Címünk 3900 Szerencs Rákóczi út 43, telefonszámunk 47-es körzet 361-156, e-mail címünk szerkesztőség@globotv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon a globotv.hu-n a hét minden napján olvashatják friss híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!